ezt a szögletet is Tajti végzi el. A rövid oldalra megy, és mindig ott a labda, gól! Mesák egyenlít. Hamar jön a második találat, 13. perc, 1-1. És ha már Bognár Györgynél megdicsértük azt, hogy Bőle csapatba állítása az jó ötlet volt, akkor most Bojer Gábornál is elmondhatjuk ezt Mesákról. Ő sem volt kezdő az előző meccsen, most igen, és gólt szerez közelről. Ehhez asszisztált a paksi védelem. A kapusnak nem sok esélye volt, Simon Barnabásnak ennél a helyzetnél. Ott elmegy a labda, és Mesáknak csak bele kellett tennie a lábát.